nélkülieket munkához juttassuk. Azonban azt kell látnunk, hogy véghallgatva az ellenzéki pártokat, hogy ezt a célt egészen másképp, más formában kívánják elérni. Magyarul a célhoz vezető útban van közöttünk eltérést. Többen azt választják, hogy az államtól, az önkormányzatoktól kevesebb munkabefektetést igénylő közmunkásokat kimondottan csak köztisztasági vagy hóeltakarítási, park fenntartási feladatok ellátására szánt úgynevezett szociális jellegű munkában tudnák elképzelni. Hozzáteszem, ezek a munkák is nagyon fontosak. Létesíthetünk továbbra is jelentősebb értékteremtéssel nem járó munkaviszonyokat, ahol az állam 70-100%-kal járul hozzá a költségekhez. Azonban fokozatosan fel kell ismernünk, hogy ez az irány, ez nem jó. Olyan munkát kell az embereknek találni, ahol igazából sikerélményük van, az a sikerélménye, hogy értéket hozott létre, és ugyanakkor pedig önbizalmat kap, önbizalmat szerez ott a tekintetben, hogy valóban a munkaerőpiacon fogja megtalálni saját maga számára a munkát. Úgy gondolom, ez a mai Magyarországon nem kis feladat. Nem kis feladat egy olyan országban, ahol hosszú évtizedek óta nem az volt a jellemző, hogy az embereket munkára neveljük, és arra szoktassuk, hogy alapvető a munkából tud megélni. Alapvető a munkából tud megélni. Azt gondolom, hogy több kritikát kapott ugye a törvényjavaslat, kiemelnék közül a néhányat. Az első, hogy a felszólások során kritika érte azt, hogy a közfoglalkoztatási bér az kevesebb, mint a minimálbér. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a négy órás munkavégzés az nem kötelező, tehát ez a legkevesebb a négy óra, amit munkában kell, hogy töltsön. És az általános vita végén elmondtam, hogy ez természetszerűen döntés kérdése egy kormányzat részéről, egy költségvetés tárgyalásakor, hogy egyébként az olyan munkára, amely eléri azt a célt, amit az előbb mondtam, egy költségvetési kereten belül milyen forrást tud erre fordítani. A jelenlegi munkavégzés vagy az Út a munkában program ezt a célt nem szolgálta. Összesen a törvényjavaslathoz 44 módosító javaslat került benyújtásra. A kormány minden olyan módosító javaslatot támogatott, amely a közfoglalkoztatási lehetőségek kiszületésére irányult. Így támogatta az erdőgazdálkodók, szociális szövetkezetek és a pályafenntartók esetében egyes közcélú vagy jóléti tevékenységek ellátására a közfoglalkoztatói jogállás biztosítását. Támogatta továbbá azt a módosító javaslatot is, amely az álláskeresési járadék folyósítási idejének csökkentésével a munkavilágától való időbeni eltávolodás megakadályozását segítette elő. És természetesen támogatta a szociálpolitikai vagy gyermekvédelmi szempontból szakmailag indokolt módosító javaslatokat is azokat, amelyek a normaszöveg egyértelmű tételére vagy az eljárási határidők csökkentésére irányultak. Nem támogatta ezzel szemben a kormány azokat a javaslatokat, amelyek az álláskeresési támogatásban részesülőkre vonatkozó jelenlegi hatályos jogszabályok hatályban tartására irányultak. A folyósítás időtartamának meghosszabbítására irányuló javaslatok is erre irányultak. Nem támogatta továbbá a kormány azokat a jó szándékú módosító javaslatokat sem, amelyek a munkaerő igények kielégítését biztosító szervezési feladatok elvált operativitását, rugalmasságát akadályozták, itt elsősorban a munkaidő bekorlátozására vonatkozó javaslatokra utalok. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, még egyszer megköszönöm a képviselőtársaknak az aktivitásokat, megköszönjük a módosító javaslatokat, és amennyiben az elérendő célt tartják fontosnak, és nem pedig az oda vezető utaknak a különbségét, akkor bizonyára támogatni fogják ezt a törvényjavaslatot a szavazás során.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPR 3480. sorszámon, az együttes bizottsági ajánlást pedig TPR 3480/14. Sorszámon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, a bizottsági ajánlás összesen 19 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Stágel Bence jegyző urat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban egyes büntetőjogi rendelkezések módosítását kezdeményező javaslatok szerepelnek az ajánlás első és második pontjai szerint. A második vitaszakasz a 3-tól 19-ig terjedő pontokra nyílik meg. Ezek a sporttörvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi törvény módosítását kezdeményezik. Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a javasolt vitaszerkezettel, kérem kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalások kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás első és második pontjaira. Megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak, Jobbik 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, természetesen a egyes és második ponthoz szeretnék hozzászólni, és a másodikot, de előtte ki szeretném fejezni abbéli csodálkozásomat, hogy egy ilyen fontos törvényt tárgyalunk itt a házban, amit a Jobbik Magyarországért mozgalom teljes mértékben nem fog támogatni, mert ez a törvény nem azt a célt szolgálja véleményünk szerint, mint amire kiírták. És meglepetéssel tapasztalom, hogy a kormánypárti képviselők közül, akik a Sport és Turizmus Bizottság tagjai, tehát akik a leginkább érintettek ebbe a törvénybe, ők közülük egyetlen egy embert nem látok itt, tehát nem tisztelték meg a jelenlétükkel azt a vitát, amely ugye állítólag a sportról szól. Mi régóta azt mondjuk, hogy ez nem a sportról szól ez a törvény, de akkor úgy látszik, ez bizonyítja, hogy valóban nem a sportról szól, hiszen őket ez a törvény nem érdekli. Tehát a kettes ajánlási pontnál ugye Schiffer András képviselő úr nyújtott be egy módosító javaslatot. Azt a módosító javaslatot, amely alátámasztja az általános vitában elmondottakat, az általunk elmondottakat is, hiszen azt mondtuk, hogy teljesen felesleges ezt a törvényt ilyen formában benyújtani, hiszen arra, amire önök hivatkoznak, hogy a rendbontókat meg lehessen büntetni Magyarországon, arra teljesen felesleges egy ilyen külön törvényt hozni, hiszen önök írják le ebben a törvénytervezetben, hogy erre meg lennének jelen pillanatban is a jogi eszközök. Tehát értelmetlen most még egy külön törvényt hozni, csak a kitiltás intézményét kellene ugye bevezetni és megerősíteni, de azt is véleményünk szerint körültekintően jól átgondoltan és valóban azt a célt szolgálva, hogy a rendbontók kitilthatóak legyenek a sportlétesítményekből. Tehát a rendbontók ellen kellene irányulnia ennek a törvénynek, és nem a szurkolókat kellene előre megbélyegezni és eleve bűnözőként kezelni minden olyan állampolgárt, aki még ilyen színvonal mellett meccsre szeretne járni, és akkor itt beszélhetnénk ugye a ártatlanság vélelméről, személyiségi jogokról, adatok kezeléséről, stb. Azt sem értjük, és ugye Schiffer András is azt javasolta ebben a módosításban, hogy vegyük ki ezt az egyes paragrafust úgy, ahogy van, hiszen, ugye, és önök azt mondják, hogy idézem, tehát azt mondják, hogy
különösen visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény, és fel is sorolják, hogy mik azok a BTK-ban ma is megtalálható tényállások, amely alapján el lehetne járni a rendbontókkal szembe. Ez a testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a hivatalos személy támogatója elleni erőszak, garázdaság, rongálás. Ezek megvannak, akkor nem értjük, hogy egyáltalán miért kellene más törvényeket hozni. Ezek a törvények pontosan elegendőek lennének arra, hogyha valóban az lenne a cél, hogy a rendbontókat kizárjuk a stadionból. Nem értettük azt sem, hogy miért nem fogadták el, vagy miért nem vették figyelembe a módosító javaslatokat, ugye az ellenzék módosító javaslatait, hiszen ez is egy, úgy érzem, hogy maximálisan alátámasztott érveléssel rendelkező törvényjavaslat, amit nyugodtan elfogadhattak volna. Ez az önök, és hát a kormánypárti képviselőknek a dolga, de mondom még egyszer, azoknak a kormánypárti képviselőknek, akik jelen pillanatban nem tisztelték meg a sportbizottság részéről ezt a részletes vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perces jogon kívül szót kér Kontrát Károly, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szilágyi György képviselő úrnak a első mondatára reagálnék, csak azért az elején, hogy tegyük rendbe és helyére a dolgokat. A kormánypárti képviselők nem a sporthuliganizmusban, hanem a sporthuliganizmus elleni fellépésben érdekeltek először is, ezt szeretném rögzíteni. Másik pedig azt szeretném rögzíteni, hogy a kormánypárti képviselők támogatják ezt a nagyon fontos törvényjavaslatot, hiszen még egyszer mondom, a sporthuliganizmus felszámolásába érdekeltek. És ezért azt, úgy ahogy az általános vitában, ami egyébként alapos és kimerítő és részletes volt, el is mondták ezt a támogatást, vagy biztosították a kormányt a törvényjavaslat támogatásáról. Ami pedig a BTK eddigi szabályainak a fölemlítését illeti a képviselő részéről, szeretném elmondani, hogy valóban vannak szabályok a BTK-ban, amelyek lehetővé teszik a fellépést, de világosan bebizonyosodott, hogy ezek a szabályok nem elégségesek. Azért kell új szabályokat alkotni, és azért kell a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe venni, és ez a javaslat ennek a követelménynek megfelel, hogy igenis hatékonyan fel tudjunk lépni a sporthuliganizmus ellen, a pályákon, a stadionokban, a pályák környékén rend legyen, békesség legyen, hogy a szurkolók, fiatalok, gyerekek, idősek, középkorúak, mindenki, aki kiáll a mérkőzésekre, azok a kedvenc csapatoknak tudjanak szurkolni, és a játékosok, a versenyzők pedig azzal tudjanak foglalkozni, ami dolgok, hogy a tudásuk legjavát nyújtva küzdjenek meg a bajnoki pontokért, a győzelemért, azért, hogy a kedvenc csapatuk győzön, és a szurkolók örömüket lejjék ebbe a küzdelembe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 perccel megadom a szót Szilágyi György, jobbikos képviselő úr. Államtitkár úr, hát erre nem nagyon adott arra választ, hogy miért nincsenek itt ezek a képviselők, de hát valószínűleg akkor ez önnek megfelelő. Engedje már meg, hogy idézzek az önök által benyújtott törvény általános indoklásából. Az általános indoklásban a következő szerepel: a büntető törvénykönyv 2001 óta bünteti a sportrendezvényeken elkövetett garázda magatartásukat, a rendbontás bűncselekmény azonban nem váltotta be a hozzáfűzött szakmai reményeket. Hát 2001-ben, amikor büntethetővé vált ez a dolog, akkor gondolom maguk is, és azok, akik emellett a akkori törvény mellett érveltek, ugyanezeket a mondatokat mondták el. Az a legnagyobb probléma, bár gondolom államtitkár úrtal nem érdekli, mert az, hogy megvitassák esetleg Répási államtitkár úrral az ügyesbölyös dolgaikat, az sokkal fontosabb, mint annál, hogy vitatkozzunk, mert gondolom nem hallottad, akkor megismétlem önnek még egyszer. Tehát az a legnagyobb probléma jelen pillanatban, hogy az, amit ön is mondott, ez erős csúszott. Ez semmi más, mint hogy azoknak az embereknek az érzelmeire próbál meg ön hatni, akik csak a médiából ismerhetik egy-egy labdarúgó mérkőzésnek a hangulatát, abból a médiából, amelyik folyamatosan csak azt mutatja be, hogy egy-egy mérkőzésen botrányok vannak. Ön is nagyon jól tudja, hogy nem ez a valóság, ön is nagyon jól tudja, hogy jelen pillanatban ez a törvény nem erről szól. Ismét nemzetközi példákat említett. Egyetlen egy példát szeretnék az ön szájából hallani, egyetlen egy olyan országot, hogyha mondana nekem egy olyan országot, ahol az egyszerű szurkolókat
lakcím, név alapján fényképekkel be fogják azonosítani, és ezekről az emberekről listákat tudnak készíteni. Ha egy ilyen országot nekem tud mondani, ahol nem a rendbontókról, nem a garázdákról, nem a kitiltott egyénekről készítenek listákat, hanem mindenkiről, aki kilátogat egy labdarúgó mérkőzésre, akkor megemelem a kalapomat. Ön ilyen országot nem fog tudni mutatni, mert szerintem még a harmadik világbeli Afrikában sem talál ilyen országot. Ez az orwelli diktatúra megalapozása, sőt annál túlmegy, amit önök jelen pillanatban a szurkolókkal akarnak csinálni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bajga László, képviselő úr, MSZP, 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát valóban abban egyetértek mindenképpen Szilágyi Györggyel, hogy azért mégiscsak kívánatos lett volna, hogyha a sportbizottság fideszes tagjai itt lettek volna a vitán. Már csak azért is, mert eléggé kapkodtunk már a módosító indítványok tárgyalása közben is a bizottsági ülésen. Egyik indítvánnyal már a vitát is lekívánták volna zárni, és azt hiszem, hogy a vitaszakasz első részében is, de a második részben különösen is nagyon sok praktikus, de nagyon sok tartalmi módosító javaslat is érkezett az indítványhoz, amely az elérendő célt mindenképpen szolgálja. De hát az első két pontról szeretnék beszélni, ugye a vitaszakasznak megfelelően. Ezt a két indítvány Schiffer képviselőtársam jutotta be. Tulajdonképpen ez egy indítvány, hiszen az első az a címérőnek a törléséről szól. És tulajdonképpen választ ad arra az ő felfogásában, ami bennem van, és kikívánkozik. Márpedig az, hogy önök úgy kívánnak megoldani egy problémát, hogy annak a 90%-a meg van oldva. Tehát abban mindenképpen igaza van Szilágyi György képviselőtársamnak, de azt hiszem Apáti képviselőtársam is gyakori meccse járó, és nyilván sorolhatnék még neveket, hogy ez a futballhuliganizmus, sporthuliganizmus, amely azért valóban része volt a magyar társadalomnak, vagy ismert köznapi dolog volt a magyar társadalomban, azért 90-es évek vége, 2000-es évek eleje óta folyamatosan visszaszorulóban van. Meg kell nézni ezeket az adatokat, vagy egyszerűen csak meccse kell járni persze, hogy lássa az ember. Gyakorlatilag ezek a jelenségek szinte eltűntek, megszűntek. A 2009-es módosító csomagunk, a szocialista kormány által beterjesztett 2009-es módosító csomag után. Az, hogy ezek a jelenségek nem kívánatosak, ebben egyetértünk államtitkár úr. Tehát azt hiszem, hogy én volt, hogy mindenki tudja rólam nagyjából ebbe a körbe, hogy én Diózsér szurkoló vagyok. Én volt, hogy a feleségemmel mentem, és egyébként meg ki szeretném vinni majd a gyereket is egy mérkőzésre, és azt hiszem mindenkinek az a kívánsága, hogy ezt nyugodtan megtehesse a családjában. És el is mondtam egyébként az előző ciklusban is azokat a dolgokat, amiket akkor problémásnak láttam. Volt problémám adott mérkőzésen, például a rendőrség fellépésével is. Volt, aki a saját környezetben ön is akart ezért kövezni, hogy hát miért mondok én ilyeneket, azt hiszem a valósággal foglalkozni kell. Volt, hogy nem megfelelő fellépés volt, de azt hiszem sokat fejlődött a rendőrség fellépése, sokkal határozottabb, szakmaibb lett a mérkőzések kapcsán. Tehát már nem látunk olyan típusú jeleneteket, hogy rendőr lovas megy egyébként a pálya közepén, azt hiszem a 90-es évekből emlékezhetünk ilyen jelenetekre. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy főként szerintem az ominózus Ferencváros Diósgyőr mérkőzés után, jól emlékszem, ez 2009 ősze nagyjából, azután végképp egyértelművé vált az egész keret, és ugye annak az évnek valahogy a tavaszán jöhetett be, emlékeim nem csalnak a mi csomagunk. Azután végképp elmondható, nagyon gyors döntések vannak a bíróságokon. Egy-két nap alatt végigfutott gyorsított eljárások, 30-60 napos elzárások, és azt kell, hogy mondjam, hogy amennyire én látom, ez a része a történetnek célt ért. Ja, van egy olyan aspektus, amit ma nem fogunk tudni megfejteni, nyilván, hogy benne van az egészben az is, hogy egyébként a focink olyan, amilyen, és egyébként kevesebben is járnak mérkőzésre, valószínűleg, ha többen lennének, akkor ez egy mélyebb probléma is lehetne akár. De azt kell mondjam, hogy ezek úgy általában, ezek a kérdések a szocialista kormányok által elfogadott módosítások alapján, és részben az önök által még 2001-ben az önök kormányzása által elfogadott BTK módosítás kapcsán nagyjából és egészében szerintem kezelődtek. Tehát nyilván van egy olyan szándékuk, mondjuk ki, hogy most kitalálnak egy problémát, amely valamennyire probléma, de nem annyira, amennyire önök mondják, és majd akkor azt fogják bemutatni a választópolgárok számára, hogy ezáltal a csomag által oldódott meg ez a kérdés. Azt, hogy ez a dolog,
a futballhuliganizmus, sporthuliganizmus bármennyire is csökkenő arányban van jelen a sportesemények kapcsán, ez teljesen eltűnjön, ezt a törekvést támogatjuk. Személyesen én pedig, most hangsúlyozom, hogy ez a személyes véleményem, hát fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy az ilyen fokú kriminalizálása a kérdésnek az célt fog-e érni. Meglátjuk, nyilván ebben önök eltökéltek, tehát ezt a módosító indítványt nem támogatták, ez módosulni fog, ez a kérdés. A BTK vonatkozásában ugye ennyi módosul, és az összes többi része a módosító indítványoknak is, és az eredeti előterjesztésnek is egyéb törvények módosítására irányul. A magam részéről inkább abban tekintetben nyújtottam be módosítókat, hogy az önök által egyébként sajnos nem sajnos, de megvalósítandó célok adatkezelésileg, gyakorlati életben és a minél több meccsre járó ember érdekében olyanná alakuljanak, hogy a lehető legéletszagúbbak legyenek. Tehát a második körben én majd inkább ezekről beszélnék mélyebben. Ehelyett a két módosító indítvány kapcsán pedig csak annyit mondanék, hogy úgy érzem, hogy azok a döntések, amik 2009-ben beértek a mi kormányzásunk alatt, és részint az önök idején kezdődött, azok szerintem elérték a céljukat. A társadalomra való veszélyessége nem olyan fokú már ennek a dolognak, hála Istennek egyébként, amilyen a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt. Úgyhogy ezt a problémát én egy nagyon picit álproblémának tartom. Ezzel együtt a céljukat, hogy a sporthuliganizmus teljesen számoljuk föl, azt magát támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Tapolcai Gergely képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársam, nagyon rövid leszek. Egy dolgot nem értek. A Fidesz részéről a sportbizottság tagjaként itt ülök. Megtisztelem a vitát a jelenlétemmel, és kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Szilágyi György, jobbikos képviselő úrnak. Kedves képviselőtársam, elnézését kérem, akkor én körbenéztem az ülésterembe, és nem vettem észre önt sem, pedig 2-szer körbenéztem, mielőtt felszólaltam volna. Természetesen megkövetem képviselőtársamat, és tényleg a sportbizottság részéről, de azóta megérkezett egyébként, felszólalásom óta megérkezett Bánki Erik elnök úr is, tehát most már kezd összegyűlni a sportbizottság, úgyhogy megkövetem képviselőtársamat. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Bánki Erik képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, az a törvényjavaslat fontosabb annál, mint hogy azt firtassuk, hogy éppen ki ül a teremben és hogyan. Arról nem beszélve, hogy a parlament vitája, az előző napi rendi pont vitája elég váratlanul ért véget. Azért én magam is a képviselő irodaházból rohantam át, de miután tudtam, hogy az ülésteremben Tapolcai Gergely képviselőtársam jelen van, és ezáltal a Fidesz sportmunkacsoportjának a véleményét meg tudja osztani tisztelt ellenzéki képviselőtársaimmal, ezért nyugodt voltam, hogy bármi, ami elhangzik, arra ő tud reagálni. Egyébként az a véleményem, hogy ami már a törvényjavaslat általános vitáján is elhangzott, szerintem egy olyan célról és egy olyan feladatról van szó, amely mindannyiunk közös érdeke. Nem hinném, hogy egy ilyen nagyszabású törvényjavaslatot, amely valóban az elmúlt 20 év problémáit próbálja megoldani, amelyre többször tett, mondjuk az előző kormány is tett rá kísérletet, hogy ezt valamilyen módon rendezze, mégsem sikerült a stadionokban, sem a sportcsarnokokban rendet rakni, nem sikerült azokat a komoly lépéseket, büntetőtörvénykönyv módosítását, sporttörvény módosításait meglépniük, ami kellő elrettentő és visszatartó erőt jelentene a huligánok számára. Azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat ezt most tartalmazza, hát nyilván majd az érdemi hozzászólásomban az egyes módosító indítványok kapcsán részletesebb véleményemet is elmondom. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Apáti István, jobbikos képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Hát ön egy súlyos tévedés áldozata, illetőleg összekeveri a különböző fogalmakat. Amikor itt a büntető törvény módosításáról beszélünk, illetve a különböző magatartások büntetőjogi értékeléséről gondolkodunk, akkor ne keverjük össze a jogalkotást és a jogalkalmazást. Tehát a jogalkotás ebben az esetben nincs semmilyen mulasztásban. Az ebben a javaslatban szereplő tényállások tökéletesen alkalmasak arra, hogy azt
hogy azokat, akik akár sportrendezvényen, akár azon kívül különböző bűncselekményeket valósítanak meg, megfelelőképpen felelősségre mondjuk, vagy vonják. Szóval, ha megnézzük a testi sértés különböző alakzatait, ha a könnyű testi sértéstől indulunk el, ugye az alapbüntetési tétel egy évig terjedő szabadságvesztés, vagy pénzbüntetés, vagy közérdekű munka, ez a halált okozó testi sértés esetén akár egy 2-8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Azon persze lehet vitatkozni, hogy ezen tényálláson belül szigorítsunk-e, nyilván a Jobbik leginkább minden esetben a szigorítás híve, de az, hogy nem lehet kellőképpen megbüntetni, felelősségre vonni az elkövetőket, az egész egyszerűen nem igaz. Vagy a rongálás. Bocsánat, a garázdaság szabálysértés. Tehát az alapeset 2 évig terjedő szabadságvesztés, de a csoportosan vagy a közjogalmat súlyosan megzavaró módon történő elkövetés, akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is eredményezhet. Tehát nem kell feltalálni a meleg vizet, hát azt már feltalálták korábban is. Ezek a tényállások erre tökéletesen elegendőek. Az már más kérdés, hogy a jogalkalmazás során adott magatartással kapcsolatban milyen tényállást állapít meg az eljáró bíróság, és milyen büntető jogi szankciót szab ki az elkövetővel szemben. És ráadásul pontosan a garázdaság esetén mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van. Ezt is csak alkalmazni kellene, tehát minden eszköz megvan a jogalkalmazás kezében ahhoz, hogy ezeket a magatartásokat kellőképpen értéke, és nincs vita köztünk, és nem is szeretnénk, ha akár államtitkár úr, akár a Fidesz kommunikáció, akár a Fidesz túlsúlyos média majd félremagyarázná a szavainkat, aki bűnkövetel, az bűnhődjön, azt mondják felelősségre. Etárban, tehát nincs vita köztünk, csak az eszközök, a megoldás az, ami nagyon nem megfelelő, és hát ugye itt még csak az első és a második ajánlási pontokról beszélünk, tehát aztán majd főleg a második vitaszakaszban fogjuk látni azokat az elképesztő húzásokat, amelyeket önök beletesznek, akár azért ebbe a törvénybe, mert különböző biztonsági cégeknek, őrzővédő cégeknek akarnak zsíros és biztos megrendeléseket biztosítani, akár pedig kiegészítve a kubatov listákat, különböző nyilvántartásokat szeretnének olyan személyekről, akik az önök feltételezése szerint nem kívánatosak a nemzet együttműködés számára, és ha már ott tartunk, és annyira sokszor el tudják ismételgetni, már egyébként jobb lenne a fővendég hangrögzítő, és akkor diktafonon bejátszanak, mert már kicsit unalmas számunkra, megmondom őszintén, hogy a családok meccsre járása, meg a gyermekek biztonsága számunkra is fontos. Ez Jobbik számára is követendő, illetve előrendő cél és követendő példa, de hát akkor hadd mondjak önöknek már államtitkár, egy másik esetet is. 2002. áprilisában Simon Tibor és békésen szeretett volna menni szórakozni. Simon Tibor szeretett volna hazatérni a gyermekeihez, szeretett volna hazatérni az édesapjához, ahhoz az édesapjához, aki pár év múlva belehalt bánatába, abba a büntetőjogi, vagy abba a bűncselekménybe, amit egyébként a készenléti rendőrség akkor egyik hivatásos állományú tagja, és olyan tagjai követtek el, akik nemrég szerettek azelőtt a testülettől. Simon Tibor szerette volna túlélni azt az éjszakát. Simon Tibor itt lehetne most is köztünk. Könnyen lehet, hogy azóta már a Ferencváros vezetőedzői posztját is betölthetné akár évek óta, és pontosan azok vették el az ő életét, azok tették mindezt lehetetlené, tették tönkre családokat és embereket, akiknek elvileg a rendre és a biztonságra kellene figyelni. És azok a készenléti rendőrök, akik egyébként gyakran jártak ki meccset biztosítani is, tehát hogyha már ott tartunk, hogy legyen arra lehetőség, hogy családok, gyermekek, szülők nyugodtan járnak meccsre, akkor itt megint mondom, és nem kollektív bűnösséget hirdetek a rendőrséggel szembe, szeretném hangsúlyozni, a készenléti rendőrségről, azonban is a készenléti rendőrség egy adott részéről beszélek, tehát nehogy összekeverjük ezeket a kijelentéseket, vizsgálják felül a készenléti rendőrség vezetőinek alkalmasságát, és indítsanak el haladéktalanul egy alapos pszichikai felülvizsgálatot az állomány legtöbb tagjával szemben, mert amit a készenléti rendőrök sok esetben egy mérkőzés kapcsán előadnak, az mondjuk több büntető tényállást is kimeri, és azt is valami megvizsgálni egyébként, hogy a készenléti rendőrségnek hány tagja, vagy a készenléti rendőrök milyen arányban teljesítenek mondjuk illegális, vagy legalábbis csak félig legális őrzővédő szolgálatokat mondjuk a budapesti vagy nagyobb vidéki városok szórakozó helyein, mert ez is bevett szokás, hogy a rohamosztagosok ugye kiváló fizikai állapotukkal, kiváló testi erejükkel visszaélve különböző helyeken teljesítenek szolgálatot, ahol egyébként nem feltétlenül azokkal az elemekkel keverednek, vagy kerülnek kapcsolatba, akikkel nekik feltétlenül kapcsolatot kellene létesíteniük. Tehát amikor itt a büntető törvénykönyv módosításáról, meg az első második ajánlási pontokról beszélünk, akkor jól benne ezt is figyelembe vennék, és akkor, hogyha már ennyire érzékenyek erre a témára, akkor mondjuk a hivatalos személyek által elkövetett különböző bűncselekmények büntetési tételeit is meg lehetne emelni, akkor lehetne külön tényállást
létrehozni annak érdekében is, hogy olyan hivatalos személyek, nyilván elsősorban a rendőrség köréből kerülhetnek ilyen hivatalos személyek, akik visszaélve hivatali helyzetükkel különböző bűncselekményeket valósítanak meg sportrendezvények alkalmával, akik könnygázzal fújkálnak olyan embereket, akik a kisgyermeküket tartják a kezükben vagy a karjai között, akkor emeljük meg ezeket a büntetési tételeket, vagy külön speciális tényállásokat hozunk erre létre, mert hogyha be tudjuk mutatni az egyik oldalt olyan nagy lendülettel, akkor ne feledkezzünk el a tények másik oldaláról sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megkérdezem államtitkár úrat, hogy sokon kívülügyel jelentkezik, vagy ügyrendben? Elnök úr, ügyrendben kértem szót tisztelettel. Köszönöm szépen. Államtitkár. Azért kértem ügyrendben szót, hogy tisztelt elnök úr, kérem meg a képviselő urat, hogy az ajánlási, melyik ajánlási ponthoz kapcsolódik a hozzászólása, hiszen a hozzászólása jelentős része nem kapcsolódott megítélésem szerint egyetlen ajánlási ponthoz sem, és a vita, ahogy elnézem, a vita várható kimenetelére tekintettel én tisztelettel kérem a jövőt illetően elnök urat, hogy figyelmeztesse a képviselő urakat, vagy hívja fel a képviselő urak figyelmét. Erre úgy gondolom, hogy az érdemi vitát ezzel nagyban elősegítik a tisztelt képviselőtársaim. Ha még ebbe, ha bár én betartom a házszabályt, és most ügyrendiben nem szeretnék többet reagálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hát nem tekintem ügyrendi felszólalásnak, de tudomásul vettem a kérését. 2 percben megadom a szót a Varga László képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár.